Megbeszéljük. A telefonnál Kovács László, MSZP országgyűlési képviselő, korábbi MSZP elnök, külügyminiszter, uniós biztos. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És úgy tudom, éppen Brüsszelből. Igen, itt vettem részt a szocialista párt, az Európai Szocialisták Pártjának az elnökségi ülésén, amelynek tagja vagyok, és ahol örömmel hallottam, hogy mi 2 évvel ezelőtt ilyenkor Európában 4 olyan ország volt, amelyet szocialista, szociáldemokrata miniszterelnök irányított, most 12, ez már majdnem a fele a tagállamoknak. Úgyhogy jó irányba halad Európa. Van egy bizonyos, ha jól emlékszem, április 6-ai dátum. Lehetne egy kicsit az arányokon módosítani, nem? Hát én remélem, hogy így lesz, és azt hiszem, hogy Magyarországon még nagyon sokan remélik, mert az, amit ez az ország elszenvedett az elmúlt 4, most már közel 4 év alatt, a társadalom elszegényedése és hihetetlen, példátlan megosztottsága, azután a gazdaság hosszú távú tönkretétele, a korrupció állami, kormányzati szintre emelése és az ország nemzetközi megítélésének és kapcsolatrendszerének a lerombolása, hát ez... Erre mindjárt részletesen kitérünk, mert alapvetően emiatt a Gulyás Gergely levél miatt hívtam, illetve amiatt, hogy egészen feltűnő durvasággal reagál a Fidesz kormányzat, a külügyminisztert is beleértve a nagyköveti jelölt meghallgatására, de azért egy fél percben nem hagynám ki, hogy és az Európai Szocialisták elnöksége mostanában miről tárgyal, hogy ez a 12 szocialisták vezette kormány jól birkózik a válsággal, vagy az Európai Unió nehezen birkózik vele, vagy jönnek a választások az Európai Unióban is, és eléggé aggasztó módon erősödnek az Európa ellenesek szerte a kontinensen. Szóval mi volt a fő témájuk? Ezek mind fölmerültek a vitába. A vita keretét, annak a felhívásnak a szövege és a szöveg vitája adta, ami egy felhívás, egy manifestum az európai parlamenti választások elé. Ugye májusban lesznek Magyarország kivételével minden országban az európai parlamenti választások, hát Magyarország miért ne különcködjön. Ugye április 6-ára hozta előre az országgyűlési választásokat, és így elesett az a egyébként nagyon olcsó lehetőség, hogy egy napon legyenek, ez egyrészt kevesebbe kerülne, másrészt pedig növelni a részvételt az európai parlamenti választásokon. Mit számít ez az 5-6 milliárd forint a Fidesz kormánynak? Na, olyan jól gazdálkodnak, hogy ez már apró pénz, nem? Hát van olyan Fidesz közeli vállalkozó, akinek ez az éves bevétele. Ó, persze. Több is. No, de akkor rátérve, itt hosszasan, majdnem fél órán keresztül beszéltem Gulyás Gergelyel, azt mondta, hogy szerinte egyáltalán nem kemény hangvételű az ő levele, amit a Magyar Nemzetben publikált. Maga találta ki, semmilyen felkérés nem volt, vagy feladat kiosztva nem volt, csak úgy gondolta, hogy hát ez mégis abszolút szokatlan, és nem illik bele a demokratikus együttműködés kereteibe, hogy egy nagykövet jelölt még a megerősítése előtt, és az állomás helyére való megérkezése előtt ilyen durván nyilatkozzék a célország politikájáról. Ezt akarta neki kifejteni, hogy nem lehet velünk így bánni. Nos, én tegnap a repülőgépen kifelé jövet olvastam el Gulyás Gergely képviselő úr levelét, nyílt levelét, a Magyar Nemzet hasábjain jelent meg, és azon gondolkoztam, hogy vajon ő tudatosan okoz kárt a magyar-amerikai kapcsolatoknak, és ezzel természetesen sokkal inkább Magyarországnak, mint az Egyesült Államoknak, vagy pedig nincs tisztában azzal, mit jelent az, ha egy ország hozzánk készülő nagykövetét még jelöltként ilyen nyílt levélben támadja meg. Nem számolt ennek a következményével, és azzal sem, hogyha ez az ország, ráadásul az Egyesült Államok, Magyarország szövetségese és a világ vezető hatalma, annak a nagykövetét hát támadja meg ezzel a levéllel, akkor sajnos nagyot tévedett, és ráadásul szándéka ellenére azt igazolta, hogy Orbán Viktor kormánya igen sértődötten reagál a kritikára. Általában minden kritikára az a válasza, hogy aki kritizál, az először is tájékozatlan,
másodszor elfogult és magyar ellenes, Magyarország ellenes. A magyarországi jobboldal választási győzelmét siratja, és emiatt támad, és ráadásul az is rendszeresen előfordul, hogy sértegeti is a bírálót, és ugyanakkor pedig megpróbálja szépíteni a magyarországi valóságot. Hát ez a recept, és úgy látszik, hogy Gulyás Gergely úr is ezt a receptet követi. Amit most hallottam öntől, hogy hát ő ezt teljesen a saját, hogy mondjam, akaratából írta. Hát nyilván nem fogja azt mondani, hogy kapott egy telefont a miniszterelnöktől, hogy van fél órája, hogy összeüssön egy ilyen levelet. Mindegy, a felelősség akkor is az övé közvetlenül, és hát nem hiszem, hogy ez egy jó belépő volt az ő részéről és a Fidesz, illetve a kormány részéről az új amerikai nagykövet asszonynak. Milyen következmény? Egy szenátusi meghallgatásról volt szó, tehát nem arról van szó, hogy a nagykövet asszony, vagy nagykövet jelölt asszony kiáll valahova, és ott elkezdi Magyarországot kritizálni, hanem a szenátusi meghallgatáson azok a szenátorok, akik a kérdések szerint jól ismerik a magyar valóságot, azok faggatták őt, hogy hogy reagál erre, arra, amarra. Hát mit tehetett volna? Ő kezdje el Magyarországot mentegetni, hogy nem is igaz, meg nem így van, meg soha még hát ilyen. Hát egyáltalán demokrácia. Előadni azt, hogy semmi probléma nincs a kétoldalú viszonyban, a szilárd szövetségesünk, remekül fejlődik a demokrácia, a gazdaság, minden oké, viszlát Budapesten. Hát ez nem igaz. Tudjuk, hogy a magyar-amerikai viszonyban az elmúlt 3-3,5 évben komoly problémák voltak, amikor itt volt az amerikai külügyminiszterasszony Hillary Clinton. Akkor is az amerikaiak több nyilatkozatban adtak kifejezést annak, hogy sok mindennel nem értenek egyet, és amikor az Orbán kormány ebben-abban visszakozott, akkor is még figyelmeztettek arra, hogy de még vannak megvitatásra váló kérdések, és nem értenek egyet a fékek és egyensúlyok demokratikus rendszerének szisztematikus lebontásával. Most úgy tenni egy új nagykövetnek, hogy hát erről szó sincsen, és én úgy megyek ide, mint egy virágzó demokráciába, hát micsoda ordas hazugság lett volna, nem is értem. Szerintem a szenátus leszavazta volna az ő jelölését, mert azt mondja, hogy nincs tisztában a magyarországi viszonyokkal. A most említette Hillary Clinton külügyminiszter asszony beszédét, ugye ez 2012-ben hangzott el, amikor Budapesten megnyílott a Tom Lantosról, ugye egy holokauszt túlélő magyar születésű amerikai politikusnak a halála után került sor ennek az alapítványnak a létrehozására és az intézet létrehozására. Azon itt volt Hillary Clinton asszony, és itt volt az előző, a Bush kormány külügyminiszter asszonya, Condoleezza Rice is. És ott nagyon figyelmesen hallgattam Hillary Clinton asszony beszédét, aki a beszéde nagy részét annak szentelte, hogy a fékek és ellensúlyok rendszerét elemezze, mint ami a demokrácia elengedhetetlen belejárója. Ugyanis ha korlátlan és ellenőrizetlen a kormányhatalom, akkor az bizony a demokrácia súlyos torzulásához vezet. És hagyj idézzek egy másik, nem kevésbé neves politikus asszony, a német kancellár asszony, Angela Merkel mondta Orbán, nem is Orbán Viktornak, Áder Jánosnak, mikor nem olyan régen ott járt, hogy körültekintően kell bánni a kétharmados többséggel. Na most ugye hát aki értelmezi ezt a mondatot. Hát nyilván, ha minden rendben lenne, akkor föl sem merül ez a kérdés. Az, hogy Angela Merkel azt, hogy ilyen udariasan fogalmazott, és nem olyan durván, mint egyszer Orbán Viktor őróla, hogy szegény Angela Merkelt kabátlopási ügybe keverték. Ugye ezt aztán nehéz volt megmagyarázni, hogy ez mit jelent ez a durva mondás. És egyszer tőlem azt kérdezte a Wall Street Journal egyik vezető újságírója, hogy mondhat ilyet egy fiatal magyar miniszterelnök a legnagyobb, legtekintélyesebb európai ország, Németország kancellárjának? Hát mondom, legfeljebb akkor, ha együtt jártak óvodába, de hát ez nem az az eset. Igen. Egy dolgot kérdeznék még, hogy az ön diplomáciai, külpolitikai tapasztalatai alapján mi következik abból a magyar-amerikai kapcsolatokban, hogy ilyen felütéssel kezdődik egy új nagykövet budapesti állomásozása. Ezt nyilvánvalóan az amerikai külügyminisztériumban hát több mint regisztrálják, hogy Martonyi külügyminiszter, Gulyás Gergely képviselő
nyilvános levelekben, meg nyilatkozatokban bírálta a nagykövet asszony megnyilatkozását, kikérte magának, hogy minket bírálnak, és ez mennyire nehezíti meg a normális kapcsolatokat, vagy adott esetben mire késztetheti, vagy milyen lépésekre késztetheti az amerikai diplomáciát? Ha én amerikai külügyi tisztviselő lennék, akkor azt mondnám le ebből, hogy amíg ez a kormány vezeti Magyarországot, addig nincs esély a magyar-amerikai kapcsolatokban egy érdemi javulásra, és nem véletlen az se, azért azt is tekinthetjük nyugodtan jelzésnek, hogy Orbán Viktor emlékezetem szerint egyetlen egyszer sem járt ennek a mostani kormányzásnak az idejében az Egyesült Államokban, mint ahogy a 2002-es választási kampányban ő nagyon szeretett volna legalább egy készfogás és egy fotó erejéig ellátogatni Washingtonba, és kedvéért még az akkori magyar nagykövet Jeszenszky Géza szervezett is valami egyetemi díszdoktori avatást a közelbe, ha jól emlékszem, Bostonba, és hát fölmerült, hogy hát itt van miniszterelnök úr Bostonba, hát esetleg átrepülne Washingtonba egy rövid találkozóra, és akkor ifjabb George Bush elnök közölte, hogy nincs ideje erre, tehát nem volt hajlandó fogadni. Ebben a ciklusban már lényegében föl sem merült, illetve hát de hát mit árthat nekünk az Egyesült Államok? Szerintem ebből indul ki Orbán Viktor. Na és tehetnek nekünk egy szívességet. Hát tehetnek? Nem így van. Mondjuk ez körülbelül olyan, mintha azt mondanánk, hogy örüljön neki az Egyesült Államok, hogy Magyarország nem üzent hadat, mert Magyarország hadat üzent egy, szabadságharc erejéig az Európai Uniónak, és valamikor hadat üzent a II. Világháború keretében az akkori Egyesült Államoknak. Hát most Gulyás Gergely kíméletesebb volt. Az meglepett, hogy Martonyi János is nyilatkozott, mert én azt gondoltam, hogy ő óvatosabb, és ő most elutazik valahova, hogy ne kelljen nyilatkoznia. De ezek szerint az ön szavaiból azt vettem ki, hogy ő is rátett egy lapáttal. Igen, hát biztos ő is abszolút egyéni felbuzdulásból senki nem szólt senkinek, csak úgy érezték néhányan, hogy meg kell szólalniuk, ezt nem tudják szó nélkül elviselni. És tudja, az egészben az a rossz, hogy végigolvastam a levelet, hogy ez a szokott érvelés köszön vissza. Azt mondja, nem igaz, hogy visszaestek a külföldi beruházások, mert nagykövet azt, hogy valami ilyesmit mondott a meghallgatásán. Tavaly minden korábbinál több külföldi tőke jött be Magyarországra, igaz, mert bejött a Mercedes, de nem. Bővült az Audi. Bocsánat, képviselő, én ezt hosszan végig beszéltem vele, de ennél még sokkal súlyosabb a helyzet. Nem erről volt szó, hanem ez a 2000-es. De ráadásul ez nem igaz. Ja, persze, ez az igaz, hogy több tőke jött be. De ez csak azért, formalitás. Mert ezekről a beruházásokról még a Gyurcsány meg a bajnai kormány állapodott meg. Ez is a mai igaz. Kormány nem tudott de ez ilyen. Csak töredék ahhoz a 10 milliárd euróhoz képest, amit a Nemzetgazdasági Minisztérium kimutatott, és ebből 8 milliárd ment ki az ország. Vagy tőke kivonás volna, csak az Audi 3 milliárd eurót vitt ki az országból abban az évben, úgyhogy ennek a, nem hogy a fele nem igaz, a 20-ada volt igaz, lényegében 500 millió euró működő tőke jött az országba. Végig tárgyaltam ezt Gulyás Gergellyel, ő meg azt mondta, de ezt mutatja a statisztika. Hát persze, a statisztika hát, sok mindent elmondani. Hát kíváncsi lettem volna, majd az internetről meghallgatom, hogy mivel próbálsz védekezni, vagy amikor azt mondta, illetve írt a levélben, hogy a magyar választók 2010-ben egyértelmű felhatalmazást adtak a méreható változtatásokra. Először is ez a magyar választók, ez a választásra jogosultak, egy harmada szavazott rájuk, abból lett a kétharmados többség, de hát ez a választási rendszerből adódott. De hát mire adtak felhatalmazást a választók? Új alaptörvényre szó sem volt erről, vagy egy kulcsos adórendszerre szó sem volt erről, és sorolhatnám még EU elleni szabadságharcra. Hát semmi ilyenre nem adtak felhatalmazást, amire ő most hivatkozik. Tehát az egész levél tele van súlyos hazugságokkal, csúsztatásokra, és hát a végén, nem tudom, ez fölmerült az önök beszélgetésében, de egy különösen durva befejezés volt, hogy az elődei, vagyis a rendszerváltás óta Budapesten szolgált amerikai nagykövetek többsége mondta, inkább tűnt a magyarországi posztkommunista liberális oldal politikusának,
mint az Egyesült Államok képviselőjének. Hát ebben megsértette az Egyesült Államok egész diplomáciáját és külpolitikáját. Notabene hát nem is igaz. De nem, már még a látszat sem igaz, nem csak, hogy tényleg nem igaz, még látszatra sem igaz. Köszönöm szépen Kovács László, az MSZP országgyűlési képviselője. Viszont hallásra. Viszont hallásra.